Szeretettel köszöntöm nézőinket, jó napot kívánok! A 20. század első felében nem egy olyan magyar képzőművész élt és alkotott, aki a maga korában külföldön is ismert volt. Vannak azonban olyanok is, akiknek neve különféle okokból kiesett a köztudatból, noha a művészettörténészek máig fontos alkotóink közt jelzik őket. Egyikük Farkas István, akinek talán legismertebb vászna a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményében lévő 1930-ban festett szirakuzai bolond, ezt láthatják mellettem. Farkas István Budapesten született, október 20-án, 130 évvel ezelőtt. Apja Wolfner József, a híres Zinger és Wolfner kiadócsoport egyik tulajdonosa, a Herceg Ferenc szerkesztette Új Idők kiadója. 17 évesen már kiállított a Nemzeti Szalonban. A következő években Nagybányán, Ferencinél képezte magát, majd kortársaihoz hasonlóan Párizsban kötött ki, ahol Henri de Fauconnierhez iratkozott be, osztálytársai között olyan alkotók voltak, mint Chagall és Lejeune. A Montparnasse-on lakott, szomszédja Rilke volt olvasható S. Nagy Katalinnak a festőről megjelent monográfiájában. Befutott Párizsban, a francia lapok cikkeztek róla, társasága a kor legismertebb festői voltak. 1936-ban Párizsban megjelent André Salmon róla írt könyvet. Apja halála miatt tért vissza Magyarországra, át kellett vennie a budapesti kiadóvállalat vezetését. A II. Világháború kitörésekor többen igyekeztek rábírni, hogy hagyja el az országot, de nem tette. Herceg Ferenc Hortyhoz fordult, hogy mentesíthesse kiadója tulajdonosát, ám ez már késő volt. Farkas István 1944. június 23-án Kecskemétről küldte az utolsó üzenetét. Ha ennyire megalázzák az emberi méltóságot, már nem érdemes tovább élni. Auschwitzba vitték, ahol önként állt a gyerekek és az öregek közé. Adásunk második felében beszámolót láthatnak a szeptember 28-30-a között az Én Laki Kultúrotthonban megtartott műkedvelő és iskolai színjátszáshoz szóló konferenciáról, majd Dán Stefán Minyá, Botár László és Fazakas Csaba Interferenciák címmel Bukarestben megnyílt közös tárlatáról tudhatnak meg részleteket. A következő percekben is képzőművészetről lesz szó, valamint Bartis Attila a Vége című regénye nyomán román nyelvű fordításának bukaresti bemutatójáról. A bukaresti Balassi Intézetben javában zajlanak az új évad kulturális eseményei. Az első képzőművészeti tárlat a Művészet a papíron nevet viselte. A nyitás szeptember végén volt, a zárás október elején. Mindkettőn ott voltunk, és az alkotókkal beszélgettünk a rajz fontosságáról, képzőművészek közti kapcsolatról, alkotótáborok szükségességéről. A Művészet a papíron projekt célja a bukaresti kulturális élet középpontjába állítani a papírra vetett képeket, kapcsolatot teremtve a vizuális művészetek különböző területein alkotók között. Így román és magyar képzőművészek ismerhették meg és ismertették egymás munkáit a tárlatra érkezőkkel. A szobrászokból, festőkből, grafikusokból álló csapat közös jellemzője a rajz. És mint ahogy a kiállítás egyik kurátora Csapó Dupréka hangsúlyozta a megnyitón, mindannyian vonzódtak a papírra rajzolás iránt. A tárlaton kialakult közvetlen beszélgetésekből érdekesen alakult művészi pályák rajzolódtak ki. Az is kiderült, hogy nem mindenkinek volt elsődleges álma a rajzolás. Én rendező akartam lenni, és színházrendező, mert a bátyám színész volt, Csapó György, és engem ez nagyon érdekelt a színház. Kolozsváron minden előadást próbált, bejártam, ismertem jól, hogy mi történik a színházi körökben, csak hogy én matematika-fizika liceumban jártam, matematika-fizika szakon, és az elég messze volt a színháztól. 92-ben, amikor azon gondolkoztam, hogy na most hogyan legyen tovább, hogy kerülök én a színházhoz közelebb, és tekintve, hogy abban az időben nagyon sok barátom, ismerősöm már elhagyta a város meg az országot, úgy gondoltam, hogy nekem is ide váltanom, de fordított világban élünk, én különben is mindig másképpen akartam a dolgokat, mint ahogy a többiek. Nem mentem Budapest vagy Svédország felé, én Bukarestbe jöttem, mert itt volt a színházi élet, ami engem érdekelt és vonzott. Most átjöttem a Bukaresti Egyetem grafika szakára,
a Alexi tanár úr osztályába, harmadéven. Még mindig nem találtam magam elég közel a színházhoz, akkor még lett volna egy évem, akkoriban 4 év, vagy már nem emlékszem pontosan, minden esetre már hamarosan kezdődött az egyetem végesén, még mindig nem kerültem a színházhoz elég közel, és akkor tudtuk meg egy pár kollégával, hogy új szelek fújnak a szobrászat szakon, a Mircsász Patáró nevezett szobrász, kolozsvári szobrász, aki akkoriban volt az egyetem rektora, osztályt vesz, és lányokat is befogad az osztályba. Tehát ez nagy szó volt, hogy lányokat? Voltak esetek, helyzetek, osztályok, hogy egy-két lány előfordul, de általában eltanácsolták kedvesen, mert nehéz mesterség, meg egyáltalán. Úgyis a szobrászaton nagy, tehát aki tudja, meg a Berkekben most visszaemlékszik, annak idején 2-3 hely volt az egyetemen, és 80-an, 100-an, tehát fantasztikus túljelentkezés volt. Tehát nyilván, hogy a fiúkat vették fel, mert jobbak is voltak valószínűleg. Na most egy ilyen helyzet adódott nekem, ez nagyon érdekesnek tűnt, és azt mondtam, hogy majd gazdagítom a tudásomat a rendezői felé, és egy olyan Varga betűt csináltam, lévén már negyedéves voltam, vagy harmadéves, hogy egy évet mulasztottam, és egy évet befagyasztottam, és újból kezdtem másodéven a szobrászatot. Summa-summarum 1997-ben, amikor végeztem a szobrászaton, 8 év egyetem volt, 3 év grafika és 5 szobrászat, ott is maradtam. Most a szobrászat az egy elég féltékeny típusú művészet, tehát, és természetesen nagyon komplex, hogyha beleszeretsz, akkor nem hagy egy hamar, nem hagyja, hogy megcsald valami mással. A lényeg az, hogy most már 2007 óta osztályvezető tanár vagyok, már a negyedik generáció, amit én vezetek. De a ceruzához azért visszakerül. A ceruza az mindig ott volt. Én egy kicsit bánom is, hogy nincsen elég időm most már ebben a digitális érában, már film, minden érdekel, mindennel foglalkozunk. A szobrászat különben is nagyon tempófák, tehát minden idődet felhasználja, vagy kiüríti. Nagyon szerettem rajzolni, én Kolozsváron minden meccés technikát végig csináltam, és hát jó, rosszul nem tudom, de megtanultam, és most is, és főleg a szobrászaton mi nagyon nagy hangsúlyt helyezünk a rajzra. Persze egy más típusú rajz, mint ez, amit itt látnak mögöm, ez egy grafikai nyelvezet. A téma az egy konceptuális téma, amivel én foglalkozom már vagy 10 éve, de a nyelvezet az egy grafikai, egy szobrászaton meg másfajta rajzot tanítunk, vagy kifejezésmódot, de a rajz az egy nagyon fontos eleme a tömegnek, az ötletnek, a konceptusnak. Szóval. Hogy lehet egy témával 10 éven át foglalkozni? Valaki a vallásról, meg a gnozisról, meg az ellentétek vonzásáról, meg hát ez voltak éppen mindennek a magja, meg a lényege, tehát ezt 1000 év alatt nem lehet kiüríteni. Persze nagyon fontos az szerintem, a legfontosabb egy művésznek, hogy mindig újat keressen, hogy találjon új kifejezésmódokat, lehet ugyanarra a témára, vagy új témákat, hogy ne álljon le egy síkon, vagy egy dolognál, mert akkor vége. Tehát mindig friss dolgokat kell keresni, és önkifejezést továbbvinni. Ferenc Zoltán, a Szárhegyi Kulturális és Művészeti Központ vezetője elsősorban grafikusként mutatkozott be a bukaresti kiállításon. Örömmel tett eleget a meghívásnak, hisz fontosnak tartja a saját millióból való kilépést, a más képzőművészeti irányzatok iránti nyitottságot. Mennyire ismeri az erdélyi magyar képzőművészet képviselői a románokat, és fordítva egymás alkotásait mennyire ismeritek? Hogyan, egy kicsit furcsa szó, de hogyan viszonyultok egymás művészetéhez? Ez változó, ugyanis a romániai képzőművészet élet ugyanúgy, mint a magyarországi, vagy bárhol, ez különböző síkokon működik, különböző műfaj képviselői képviseltetik magukat ilyen-olyan platformokon, ilyen-olyan helyszíneken, és tehát működik a dolog, csak bizonyos körökön belül. És azért fontosak ezek a találkozások, hogy megnyílnak bizonyos csatornák, bizonyos utak nyílnak meg.
teljesen más irányokba, amire esetleg a közönség addig nem is gondolt, mert nem ismerte, vagy nem tudott róla. Bukarestben jártál te már kiállítással is, és versenyen is, és a Bukaresti Grafikai Biennálén volt egy nyertes műved. Azt is elhoztad? Igen, tehát az a munkám még itt van Bukarestben, annak egy nagyon hasonló változatát hoztam el. Tehát amit a Bukaresti Biennálére beküldtem, az egy linómetszet volt, több színben levonva. Most egy akvatinta, akvaforte munkámat hoztam el, ugyanarra a témára, kicsit másabb megközelítésből, ami szintén nagyon hasonló. Továbbá is a vallásos témákban, témáknál maradt? Ez változott, tehát ez nekem fontos volt, hogy ezt a vallási témájú, hát ami részben volt vallási téma, inkább a középkori gondolkodás átvetítve, tehát az volt az utolsó kiállításomnak a címe, hogy az új középkor, tehát inkább azokat a társadalmi középkori problémákat vetítettem át a mostani 21. századi problémákra, azt próbáltam megfogalmazni valamilyen módon. Most ezt egy kicsit lezártnak tekintem, ezt a korszakot, ez elég sokáig tartott. Most ugyancsak kortárs társadalmi problémákkal foglalkozom, csak kicsit másabb síkon, meg más valamilyen formában szeretném én ezt megmutatni, inkább installáció formájában, vagy videó, vagy teljesen más formában, mint a tradicionális technikák világában. Siklódi Ferenc grafikus 1996-ban végzett Kolozsváron a képzőművészeti főiskolán. Számos művésztelep munkájában vett részt. Több erdélyi városban volt már egyéni kiállítása, csoportos tárlata pedig Budapesten, több európai országban és Japánban. Azt hiszem, hogy amikor valaki valamire felkéri az embert, például jöjjön el egy kiállítása, akkor én azt hiszem, hogy elég sokat, főleg, hogyha nagyon sok alkotás és munka közül kell kiválaszol egyet-kettőt, akkor ez elég nagy töprengést jelent, vagy nem? Persze, mindig töprengés. De az, hogy kiválasztani, most ebben az esetben hármat küldtem be, a háromból kiválasztottak kettőt. Ez az összeállítás én teljesen most meglepőnek tartottam, mert egy olyan összeállítás van most ebben, az a fül és ez a bizonyos embernek ez az a úgynevezett Csippendi féle felállítása, hogy én ezt nem íraktam volna össze, meglepő számomra. És szerinted miért ezt a kettőt választották? Nem tudom, nem, de szerintem erre voltak érzékenyek. Több mint valószínű, hogy láttak benne fantáziát, de én gondolom, hogy te is, amikor ezt itt oda a papírra vésted, vagy rajzoltad, vagy hogy illik egy képzőművésznek mondani ezt? Hát én most ebben a linó meccésben élem ki most életemnek most ezt a részét, és most ez a szociófotókkal foglalkozok, ebben teljesen ilyen kortás dolgokkal, ilyen szociografikát készítek, hogy most ezekkel az úri emberek, ezek a nagyon gazdag emberek, amik a milyen fajta ilyen mindenféle aberrációk, perverzitások eszébe jutnak, azokat én megpróbálom levetíteni a mi grafikus nyelvünkre, hogy efajta ilyen kulturális környezetben, hogy ezek hogy fognak hatni. Ennek egyáltalán az, hogy most, hogy a három munkát küldtem be, hogy ez, hogy a főnök parafrázisai, hát gondolom önmagukért beszélnek. És akkor térjünk vissza a ceruzához, és térjünk vissza a rajzhoz, és térjünk vissza a grafikához. Olvastam, hogy te tulajdonképpen nagyon szeretsz személyes élményekből merítkezni. Ez továbbra is így van? Persze, ez meg is fogja határozni az életem. Ez mostanig így ment, ezután is így fog tartani. Nagyon, és egyre intenzívebben. Most már visszajönnek azok az emlékek, olyan emlékek jönnek vissza, hogy hoha, nagyon-nagyon messzi múltakról, és teljesen most van gyerekeim, sokkal jobban figyelek körülöttem lévő emberekre, amik olyan élményeket adnak, amire mostanában nem figyeltem rá, és ezeket tényleg, neki fogom most portékot rajzolni, festeni, és a többi, meghatározó, jól esik, és fontosnak tartom. És ez, hogy művészet a papíron egy ilyen, mondhatjuk ezt, hogy egy összművészeti kiállításon itt lenni, ez, és főleg Bukarestben, ez jelent neked valami többet? Nem jelent annál többet, ez egyfajta bukaresti jelenség. Bukarestbe eljöttünk, Bukarestbe megcsináltuk, először vagyok most a Balassi Intézetben ezekkel a dolgokkal. Hát mindenki maga saját elgondolását, megfogalmazását elhozta, kirakta, megtette. Végignéztük különböző érzékenységeket, megnézzük, hogy mi van, hogy van, de
Ebben értem, ez számomra, ez csak egy másik, egy lépcső, hogy most ez van, most Bukarestben vagyunk, mert ilyen volt már Budapesten, ilyen volt már Csíkszeredában, ilyen volt Szentgyörgyön, ilyen volt ezerfajta helyek volt, de viszont jó leső érzés itt lenni. A Művészet a papíron kiállítás egy október elejé finisszázzal ért véget. Ferenc Zoltán visszatért Szárhegyről, és ez alkalommal sem jött üres kézzel. A 40 éves múlttal rendelkező szárhegyi alkotótábort mutatta be azzal a céllal, hogy felhívja a szakmabeliek figyelmét a központ birtokában levő nagyértékű képzőművészeti hagyatékra. Ismertette az alkotótábor történetét, és kiskeserűséggel megjegyezte, hogy a Szárhegyi kastély visszaszolgáltatása után sokkal szerényebb körülmények között egy teljesen más hangulatú teremben próbálják folytatni azt a munkát, amit évekkel ezelőtt elődjeik elindítottak, és Szárhegyet nemzetközi hírnevű alkotótáborrá varázsolták. Hogy tudjátok ti őrizni azt a múltat és továbbvinni? Hát hittel és kitartással, szóval én ezt egy olyan szívügyemnek érzem, egy olyan örökséget vettünk át tudatosan, hogy ebből most már nem tudunk kilépni. Tehát függetlenül attól, hogy nincsen kolostor, nincsen kastély, de a kastély nélkül is ugyanúgy megpróbáljuk csinálni tovább azt a történetet, ami azelőtt 40 év alatt Szárhegyen felgyűlt. Hogy sikerül ez nektek? Hisz azért azt szokták mondani, hogy a hely szelleme azért nagyon meghatározó. Hát én is azt vallom, tehát én nagyon ritkán adok tematikát Szárhegyen, mert hogy én is azt vallom, hogy a hely szelleme az sok mindent meghatároz, és ez valóban így is van. Tehát hogyha az ember, hát én azt érzem, hogyha azzal a hittel csinálja, amivel elődeink is csinálták, az úgy rányomja a bélyegét, és akkor ez minden működik tovább. És ennél több... Hát azért kell, de nem árt, hogyha van, mondjuk anyagi háttér, meg hasonlók, de ez a legfontosabb az én meglátásomban. Ritka alkalom, hogy egy kiállításnak legyen még egy finisszázsa is, még egy ráadása, hogyha lehet ezt így fogalmazni. Amikor a Művészet a papíron kiállítást megnyitottátok, akkor hangsúlyoztad, hogy te Szárhegyre mentél, és onnan hoztál alkotókat. Most ugyancsak visszahoztad Szárhegyet, és így zárjátok tulajdonképpen a Művészet a papíron kiállítást. Miért is? Azért, hogy egy új kiállításnak legyen a kezdete. Amint a bemutató anyagából is elhangzott, Ferenc Zoltán ismertette röviden velünk azt a hatalmas hagyatékot, ami a szárhegyi alkotott táborok nyomában maradt, és ott van Szárhegyen, és ezt már a tavaly, hogy beszélgettük, és elképzeltük, hogy milyen szép lenne, és jó lenne, hogy ezt többen is megismerjék, főleg, hogy a nagy része az anyagnak román képzőeszeknek a hagyatéka is, nem csupán magyar, meg külföldi, egész világról összegyűlt művészek alkotása, és akkor valahogy úgy fogant meg ez az elképzelés, hogy hozzuk le Bukarestbe, hogy az itteni közönség is lássa. Nagyon sokan vannak bukaresti grafikusok, meg szobrászok, meg egyéb alkotóművészek, akik ott dolgoztak. A további elképzelés meg az lenne, hogy ez az anyag megérdemel egy méltó katalógust, mert ugye úgy is lehet szórni a hírt, meg az információt, bemutatni más helyen, és már is beszélgettünk egy ismerőssel, aki még egy-két helyet felhozott, hogy hova tudná azt elvinni. És szeretnénk egy ilyen talán országos kiállítást, amit különböző helyekre el tudnánk vinni, és bemutatni a Szárhegyi alkotótábor hagyatékát. És miért nem? Hát, ha így ösztönözzük, vagy ötletet adunk a helyi elöljáróságnak, hogy egy állandó kiállítótermet, miért nem múzeumot, ahol méltóképpen ki lehetne állítani, és egyben látványossága lenne Szárhegynek. A Polirom könyvkiadó és a Balassi Intézet szervezésében a bukaresti Körtórest könyvesboltban is bemutatták Bartis Attila a Vége című regényének román fordítását. A román olvasók a Magyarországon élő írók korábban lefordított köteteit is nagy érdeklődéssel fogadták. Valami hangja.
meg szemben a garázsablak. Bartis Attila 1968-ban született Marosvásárhelyen, de már több mint három évtizede Magyarországon él. A József Attila díjas szerzőműveit több nyelvre, köztük franciára és németre is lefordították, de a román olvasó közönség számára sem ismeretlen. Idén jelent meg negyedik kötete románul. A Vége című regényt Máriusz Tabaku fordította. A bukaresti találkozó nem csak hagyományos értelemben vett könyvbemutató volt, ugyanis a román nyelvre átültetett regényt Philip Florian, a szerző írótársa és jó barátja mutatta be. Kettejük barátsága meghitté és személyessé tette az eseményt, amelyen a jelenlévők őszintén szóltak a nyelvi gátak, illetve a fordítások esetlegességének problémáiról. Az ön könyveit más nyelvekre is fordították, többek között az úgymond nagy nyelvek közül németre is. Nem tudom, mégis van valami különleges érzés önben azzal szemben, hogy a könyvei románul jelennek meg, tekintve azt, hogy mégiscsak innen Romániából indult. Természetesen van, tehát az összes fordítás közül lehet, tehát az, hogy melyiknek milyen a szakmai fontossága, visszhangja, nem tudom, ez nyilván fontos, de hát az érzelmileg a legfontosabb az a román fordítás volt minden esetben, tehát hogy az, ahonnan táplálkoznak ezek a szövegek, hogy abban a közegben mennyire érthetők, mennyire nem, mennyire működik, mennyire elfogadható, mennyire vált érzés, tehát nyilván annak van a legnagyobb tétje. Na és ön, tehát főleg amióta ez a fordítások által valahogy felélénkült, és ön viszonylag gyakran, vagy legalábbis időnként eljárogat ide, valamiféle viszonnyal kialakult-e a román irodalommal? A román irodalommal, vagy a román írókkal? A román írókkal, és ezáltal az irodalom. Mert ez két nagyon-nagyon különböző dolog. Az a baj, hogy én annyira nem tudok jól románul, hogy a román szép irodalmat gond nélkül tudjam olvasni. Román írókkal nagyon-nagyon fontos barátságok születtek, többek között Philip Floriannal például, de akivel itt most beszélgetünk, majd nem sokára, de román nyelvnek én Isten igazából azt a rétegét, vagy azt a szintjét ismerem valamennyire, amivel így el lehet beszélgetni, zötyögve, tehát mondjuk egy 3,5-4 oldalas összetett körmondatot elolvasnom románul, az azért nem egyszerű, ennek ellenére nyilván jelen van, tehát valamilyen szinten olvasok román irodalmat, de ez nehézséget okoz sajnos. De conoscut și împrietenit, ne-am cunoscut în mai 2006 la Berlin. Și de citit, am citit imediat ce m-am întors, fiindcă pe atunci tocmai a apăruse Tihna și cumva prietenia noastră a fost înaintea cititului, dar aș fi putut să jur că am ce citi și așa a și fost și așa e în continuare. Acesta a fost unul din primele contacte ale dumneavoastră cu literatura maghiară sau nu? În afara lecturilor, așa, să zicem, mai mult sau mai puțin întâmplătoare în tinerețe, oarecum da. Adică, în orice caz, de atunci știu mult mai multe lucruri, infinit mai multe. Nu știu, nu m-ați gândit odată, nu știu, vreodată, chiar în tinerețe sau după aceea, că aici, chiar în România, există o literatură oarecum paralelă la care nu prea aveți acces. Ba da, eu știu, e o problemă după mine gravă și destul de jenantă pentru partea română, să spun așa, fiindcă oameni, cel puțin scriitorii maghiari din România, sunt puși într-o situație foarte neplăcută. Bună oară, poți să ai prieten foarte bun la Târgu Mureș, la Cluj și tu nu ești în măsură să le arăți prietenilor români textele tale, fiindcă ei nu înțeleg. În schimb, invers e posibil și nu e regulă. Plus că sunt mari bijuterii literare care au trecut cu totul neștiută. De exemplu,
prin sfatul lui Gheorghe Dragoman am citit de curând cu mare întârziere ce este norocul al lui Serghei Ianoș, care sincer mie mi se pare realmente o bijuterie, deci o carte rarisimă de care nimeni nu are habar și sunt cu siguranță destule altele, adică chiar dacă, de exemplu, Bodorad am luase un premiu al Uniunii Scriitorilor pentru secțiunea aceea pentru minorități când încă trăia în România, de asemenea nu prea știa lumea cine-i Bodorad, iar el e, pe mine, unul dintre cei mai mari scriitori în viață din Europa, fără discuție. A könyv bemutató különlegességének számított az is, hogy Bartis Attilát felkérték. Magyarul olvasson fel könyvéből, az ömében román ajkú közönségnek. Izgul? Természetesen izgulok, igen, de azt szerintem nagyon rossz lenne, hogyha nem izgulnék, tehát akkor nem izgul az ember, ha valaminek nincsen tétje. Ennél a másfél méternyi oda-vissza útnál semmivel nem volt érthetőbb az a néhány lépése, amit néha jobbra, néha balra tett. Nem volt ott semmi. Se rendes út, se táplálék, se másik hangya. Gondolom ezért is tért végül mindig vissza az útra. Volt, amikor megállt. Az első két lábával igazgatott magán valamit, ahogy a legyek is szokták. Csak a léggyel ellentétben a hangya hátra tud fordulni, mintha gerince lenne. Mint egy kutya, amikor a farkát harapja. És ez az igazgatás, mosakodás se volt érthetőbb az oda-vissza útnál, semmi látható kosz nem tapadt rá. Mindabból, amit tett, hosszú perceken keresztül semmi, az égvilágon semmi nem volt érthető. Ha eszik, vagy legalább táplálékot keres, vagy másik hangyával beszélget, ha fajfent tart, vagy várat épít, vagy egyszerűen csak elmegy, hisz itt semmi dolga. Ezek mind érthetők. De így ezzel az oda-visszasággal, mintha tömblöcbe lenne, hol nyugodtan lemászhatna a kerti járdaszélről a fű fele, és nem is lát. Valami fényinger biztos érez, de látni úgy, ahogy én a szemközti csipkebokrot, mögötte a lomtárnak használt garást, a garázs ablakában a befejezetlen kis Krisztus szobrot, kissé odébb a körtefát, a korhadó léckerítésen gubbasztó macskával, nem látja. Nincs agya. Nincsenek emlékei. A rendhagyó felolvasást kötetlen beszélgetés követte. Az írástól, az írás kényszeréről, az író helyzetéről és többrétű szerepéről. Sőt, a feszültségekről, ezek forrásairól is. Simți și dumneavoastră tensiuni politice există între români și maghiari, între cele două state. Credeți că acestea se reflectă cumva și în viața literară, se resimt? Sincer, eu nu le-am simțit niciodată, absolut niciodată, pentru că, din fericire, scriitorii sunt niște oameni mai normali, ca să spun așa, și mai relaxați măcar, care nu se aruncă de la primul gest la o replică, la o... Însă influența lor e în ambele țări, cred eu, extrem de mică. Chiar dacă ei, într-un fel sau altul, ar pleda pentru alt tip de relații, nu știu cine ar fi dispus să-i asculte. Adică, așa, în teorie, sigur, ar suna frumos, ar suna, dar efectul, cred că ar fi aproape nul, din păcate. Înțărind a történelemnek, a politikumnak, van befolyása arra, hogy hogyan alakul az irodalmárok közötti viszony és az egymás irodalmának a megismerése? Kell lennie egy ilyen ráhatásnak, vagy inkább nem? Hát én a fordítottjában bízom, én abban bízom sokkal inkább, hogy mondjuk az egymás közti kapcsolatok, a személyes szintű kapcsolatok, azok befolyásolják hosszú távon a politikumot valamilyen módon. Ha az megtörténik, az Isten áldása. Az írónak kell-e valamilyen szinten befolyásolnia a politikumot? Tulajdonképpen ha akarja, ha nem megteszi. Tehát ez a rendszerváltás után már kiderül, tehát amikor mondjuk így a magyar irodalom föllélegzett, hogy akkor mostantól a magyar irodalomnak nem kell a politikával foglalkoznia, mert ezt helyett elvégzik a politikusok.
Aztán eltelt egy-két évtized, és kiderült, hogy nem. Tehát az irodalom nem tudja kivonni magát ez alól. Nem azért, mert politizálni akar, hanem azért, mert a politika az hozzátartozik magához, az élethez, ahhoz a nyersanyaghoz is, amiből az irodalom dolgozik. Ezt nem lehet megúszni, és nem is kell. Bukarestbe jövén vannak még valami rossz érzések? Most gondolok a nagyon régi időkre, mielőtt ön még elment volna, elköltözött volna Magyarországra. Van még egy ellenérzés Bukaresttel szemben? Szóval ahhoz, hogy az embernek ellenérzése legyen, ahhoz nem kell Bukarestig jönnie. Ahhoz elég eljutni a román-magyar határig, és elég meglátni a legelső határőrt, és akkor is ugyanazok a zsigeri reflexek működni kezdenek, mint ami annak idején beleívódott az emberbe. Ezek nagyon-nagyon lassan oldódnak fel. Ezek a reflexek akkor is működnek, hogyha már útlevél nélkül személyével lépek át egy határt. Tehát ezért mondom azt, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy személyes szinten mi, hogyan alakul itt az emberek életében, mert nagyon hosszú távon ott dől el mind a két népnek a sorsa. Ezekről a dolgokról a román barátaival, román író barátaival tud beszélgetni? Ha nem tudnék beszélgetni ezekről a dolgokról, akkor nem lennének a barátaim. Természetesen igen. Kodály Zoltán több tájegységben járt, több mint 5100 dallamot gyűjtött és jegyzett le. Ezeket zongora műveibe bedolgozta, vagy külön tételenként feldolgozta. Szalagtárunk egy 1980-as felvételt őriz, amelyen Gellér Klára, kolozsvári operaénekes, a marosszéki népdal feldolgozásokból ad elő néhányat. Zongorán kíséri Búzás Pál zongora művész. Minden kor megúszik.
Kedves nézőink, mint láthatták, adásunkat megszakították, de negyed óra múlva folytatjuk. Köszöntöm nézőinket a keddi magyar adás második részében. Szeptember utolsó napjaiban az Én Laki Kultúrotthonban találkoztak a környék műkedvelő és iskolai színjátszó csoportjai. Hogy minek is volt köszönhető, hogy megtelt élettel ez a kis eldugott székelyfalu, kiderül az 1970-es éveket archív filmbejátszásokkal felidéző riportból. Én lakát általában régi templomáért, szép házaiért, letűnt korokat idéző különös hangulatáért keresik fel az ide látogatók, és immár 10 éve a 2 évente megtartott akadémiai szintű tanácskozásokért is. Az Én Laka konferenciák idei 6. kiadását Székely Népi és Iskolai Színjátszás címmel rendezte meg a helyi Pro Én Laka Alapítvány, a Pécsi Tudományegyetem régészeti tanszéke és a Nemzetstratégiai Kutatóintézet. Én Laka elsősorban rovásírásos emlékéről híres, szerte Kárpát-medencében, úgy hiszem azon túl is, de a II. Világháborút követő évtizedekben lakossága gyökeresen fogyott, előregedett és elnéptelenedett, szűk 100 ember lakja ezt a csodálatos szépségű helyen fekvő falut. Voltak éppen Visi Zsolt pécsi professzor által kezdeményezett falu rehabilitációnak egyik formája az, hogy nem csak helyrehozzuk az épített örökséghez tartozó műemlékértékű épületeket, új funkciókat adunk nekik, ide vonzunk a turistákat, hanem a nagyvilág, a tudósok, az értelmiség figyelmét ilyenfajta konferenciákkal is felhívjuk erre a falura. Akik itt élnek, azok általában el szoktak jönni a rendezvényekre. Tegnap meg ma egyetemi tanárok, akadémiai kutatók, középiskolában, vagy éppen falusi iskolában oktató pedagógusok, művelőszervezők tartottak tartalmas, érdekes előadásokat. Az előadásokból azt árult fel, hogy a 19. század közepétől, a 67-es kiegyezés után a polgárosodás hatására hogyan alakultak könyvtárak, hogyan alakultak színjátszókörök, polgári egyesületek. Mert voltak éppen a Székelyföldön is a falusi, iskolai vagy műkedvelő színjátszás urbánus, városi példák hatására nyer hajtóerő, bontakozik ki a 19. század végén. Az elmúlt századokban még jóval népesebb Én Lakán is ez történt. Olyan szintű közművelődési tevékenység zajlott itt, hogy 1971-ben nagyszabású jubileumi ünnepséget rendeztek az Én Laki műkedvelő színjátszás 100. évfordulóján. Erről annak idején riportot készített a Román Televízió magyar adása, és a mostani konferencián le is vetítettük a 46 éves felvételt. Szóval a kisasszony egy idő óta minden reggel az ablakában egy kinyílt rózsát talál. Törjük a fejünket, hogy ki lehet, mi lehet. Vajon ki udvarol Madame Melipónak? No, kutyaszíve lehet ugye kisasszony, de a kisasszony sem nem eszik, sem nem alszik, tűkön nyűl a boldogságtól, hogy megjelenjen a titkos udvarló. Hát István öcsém, ehhez a szízi történethez igazán visszaengedhetnéd a lányodat. Én is azt mondom, mert kisebb a veszély ideben, mint odakint. Mariska éppen a virágzó ifjú korban van. A
jubileumi előadás után Szávai Márton igazgató tanító, aki egyben a művelődési otthon és ezen belül a színjátszó csoport tevékenységét is irányítja, méltatta az Én Laki ünnep jelentőségét. Kitért röviden a színjátszó csoport történetére, amely azzal kezdődött, hogy Barta Zsigmond iskolamester 1866-ban felhívást intézett a falu ifjúságához önképző egylet alakítására. Az első színi előadásra vonatkozó dokumentum 1871-ből származik, de más dokumentumokban utalás történik arra, hogy az egylet már 1871-ben jövedelméből támogatta az iskolát. A szervezett közművelődést a felszabadulás óta a művelődési otthon irányítja. Azóta évente legalább 2-3 színdarabot mutatnak be az Én Laki műkedvelők, amelyekkel a környékre is ellátogatnak vendégszerepelni. Ezután Bece Antal, a Művelődés és a Szocialista Nevelési Tanács Hargita megyei bizottságának elnöke szólt a színjátszó csoport érdemeiről, majd sminkfelszerelést és magnetofont nyújtott át a bizottság részéről a jubiláló színjátszó csoportnak. Ezen kívül közel 100 színjátszót díszoklevéllel tüntettek ki. Milyen volt végignézni a régi felvételeket? Hát aztán visszaemlékezett az ember arra, hogy valamikor ennek előtte 40 évvel, 40 valahány évvel, fiatalosának teljes korában, akkor még minden jobban ment, de ezt nem. Mit mondjak, 27 éve, hogy nyugdíjban vagyok, csak azután láttam a romlást, hogy hogy mentek tönkre mindazok, amit akkor csináltunk, vagy amit hátrahagytunk örökséggyanánt. Ugye az a helyzet, hogy más hatalom volt, nem hatalom, hanem más emberek, jobban mondva, mert a hatalom az nyitottabb volt, mert már lehetett volna alapítványi alapon, vagy akár a kultúr alapon is vinni tovább, de civil szervezeteknél azért hoztunk csupán létre a Pro Én Laki alapítvány, hogy legyen egy szervezet, ami foglalkozik a kultúrával, mert akinek kellett volna, az nem foglalkozott vele. Na így lassan minden tönkrement. Igaz, hogy az Erdőteremet is közbejátszott. Aztán azon kívül vannak útvesztők, vannak, amik negatívan befolyásolják ezt a munkát is, értem alatt az ízlésváltást. Most már bejöhet az én kis báránkám. Mari, bejönni szabad? Domine illustrissime, remélem vége lesz már az adomáknak. Mi bajod az adomákkal, atyuska? Az adomák mocsári virágok, a piszokból nőnek ki leginkább. Trágyázott földben nő a legszebb rózsa. Az előadók kitértek arra is, hogy milyen változást eredményezett 1945 után a szocialista propagandának a megjelenése faluhelyen. Mert a mindenkori hatalom igyekezett kisajátítani az iskolai, vagy éppen a falusi műkedvelő mozgalmat, egyesületeket, és a saját üzenetét próbálta belekódolni. Betartották szigorúan a hatalom által előírtakot, a irányított darabokat, amik férszművek voltak, melynek a célja az volt, hogy a szociális eszméket azt terjessze minden áron. Aztán lassan kimaradtak, úgyhogy 58-ban, amikor idejöttem, hozzá kezdtem, az első darabnál megjött két szereplő kihozva, a többi nem, azután a másik este, a másik három, de soha összejön, úgyhogy az első év lefutott nagy darab nélkül. Aztán oda nyúltam a fiatalsághoz olyan értelemben, hogy akkor végzettek a 14-15 éves gyerekek, azok szabadok voltak iskolai idő alatt. Iskolán kívül előkészítettem egy darabot, olyant, amelyiket a nyáron bedobtunk a előadásba. Azt aztán mindjárt, amikor megkezdtük, azt hitték, hogy olyan lesz, mint a többi, de közbe-közbe visszajöttek, hogy mikor láttak, hogy látvány van. Aztán kedvet kaptak a továbbira, és
akiket azelőtt is szoktak szerepelni, idősebbeket. Összehívtam a buborékokat, megrendeztem a darabot, attól tovább felement, és akkor megkezdtem gyűjteni a felszereléseket, a színpont technikához járuló horizontfüggöny, stb., ami az előadásoknak szigorú kelléke, és a jelmezeket. A kezdeti idő után az lassan fokozatosan bontakozott ki, úgyhogy 70-ben eljutottunk az országos döntőig a csoporttal, és a zsűrinek a külön díját meg is kaptuk, de az érdekessége az, hogy amikor szétnéztem Hosszába, Széltibe, egyedüli magyar csoport volt lejutva odáig. Ha már túl vagyunk a jubileumi ünnepség díszelőadásán, Mikszáth különös házassága című színművének a bemutatásán, melyel különben részt vettek a Karádzsáli Fesztivál országos döntőjén, és a zsűri külön díját nyerték, engedjék meg, hogy bemutassam önöket a TV nézőinek, hallgatóinak. Szávai Márton. Mivel foglalkozik? Tanító. Milyen szerepet vállalt a darabban? Hát elsősorban a darabot én rendeztem, és azon kívül Dőri István szerepét játszottam el. Mióta él a községben? 14 éve. Mindig rendezőként? Hát az első perctől kezdve mindig a színjátszás vezetését átvettem, azóta én foglalkozom ezzel. Hány darabot rendezett, mióta a faluban él, mint tanító? Hát ugye azt körülbelül le tudom megmondani, 45-46 darabot rendeztem, de az előző évek folyamán együtt a 100-hoz közel van. És a díszleteket, a ruhákat ki tervezte? Azt szintén én terveztem. Itt a szereplőkkel közösen egyenverként megcsináltuk. Ugye a kivitelezésének mondjuk a megoldása az a szereplőre tartozott, az elképzelés, az összeállítást, azt terveztem én. És rendezni honnan tanult, vagy honnan jött? Hát rendezni egyszerűsorban fiatal koromban mindig érdekelt, sokat szerepeltem, diákkoromban rendeztem, és aztán volt ez a képzés, az autonóm tartomány meglételekor, amikor azt hittük, hogy most már a kultúrán kibontakozhat, egy olyan mozgalom indult meg, hogy azután lett színház, azután lett együttes, azután lett szimfonikus zenekar, többen megindultunk, akkor kihasználtam ezt az alkalmat, 4 éven át minden vakációt az ember feláldozta, és azokat az ismereteket, amiket fogalma se volt, első átította. Nagy Attila. Mi a foglalkozása? Agrármérnök. Mióta él a községbe? Ezelőtt 2 évvel, 1969 őszén kerültem ide. Eleinte kissé idegenkedtem a falutól, de most már örülök, hogy ilyen embert és főleg kultúrát szerető emberek közé kerültem. Ambrus Eliza. Mivel foglalkozik? Termelőszövetkezetben dolgozom. A falu életében valami társadalmi szerepet betölt? Igen, nőbizottság elnöknője vagyok. Mióta játszik a színjátszó csoportban? 24 éve. 24 éve? Igen. Nagyon szép idő. Igen. Volt-e ma lámpalázza? Hát nem nagyon sok. Egy kicsi, de legyőztem hamar. 1971-ben ön fogta a mikrofont. 3-4 napon keresztül itt voltam kint, és annyi mindent összegyűjtöttem. Annyi ma már nem élő emberrel beszéltem, úgyhogy a színjátszást és azon kívül a Zinlaki Ifjúsági Egylet munkáját több mint 150 esztendőre visszatekintve ismertem, tudtam. És akkor sikerült úgy gondolni, és úgy érzem ma látva, visszalátva a filmet, hogy sikerült túllépnem az általános jellegű, noha megkerülhetetlenek, de az általános jellegű kérdéseken. És hát azoknak az embereknek sikerült emléket állítani, akik 1971-ben felmutatták egyetlen egy színdarab, egy játékon keresztül ennek az egyletnek a munkáját. Márton Zsigmond. Mióta tagja a színjátszó csoportnak?
1924 óta. Ez azt jelenti, hogy Zsiga bácsi az egyletnek is tagja volt. Igen. Nagyon röviden elmondanám, milyen is volt az egyleti élet én lakán? Az egyleti élet nevelési alapon ment. Az iskola abban az időben 6 éves volt, az elemi iskola, és azután az egyleten keresztül a fiatalságot nevelték, és oktatták mindenféle jóra. Mire? Erkölcsi vonalon is, meg kultúrtéren is színdarabot tanítottak, olvasmányokat, szavallatokat, ilyenekkel foglalkoztatott az akkori igazgató tanítónk. Szerették az egyleti életet? Szerettük, nagyon szerettük. Nagy fegyelem volt? Fegyelmes volt az egyleti élet. Ha valaki hiányzott, az csak indokolt okkal lehetett. Különben büntették. Úgy érzi, hogy a mai kultúrotthon betölti a régi egyleti életnek a szerepét? Igen. Kinek tulajdonítja ezt? Jelen igazgatónknak, Szávai Mártonnak. Én azt mondom, hogy ha nem lett volna Szávai Márton, és valahol nem élt volna a faluban ez a vágy, hogy játszani egy más szinten, nem csak a magunk kedvére, hanem a másére is, akkor ma én laka olyan volna, mint több tíz, meg tíz székelyföldi, most csak ebben a térségben beszélek, székelyföldi település, akiről, hát hogy Móriczot parafrazáljam, azt se tudták, tudnák, tudnok, hogy volt, az sem létezett. Az én falom firtos alatt én laga, ott fehélik az én rózsám ablaga, a határunk sivár kopár kövere, a faluban mit jelentett a falu életében ez a csoport? Voltak ugye, akik végig kitartottak, mert nekik élményt nyújtott az, hogy szerepelhet, akik már egy kicsit kiemelkedtek, vagy asszonyok közül, aki szavarhatott. És szerintem élő valóságot, élményt adott és szokásá válott. Annyira, hogy kialakult annak értékrendje, és az egy közösségi szellem is kialakult, az együvé tartozásnak a érzet. Az, hogy tudta az, hogy én laki, tudta az, hogy elmentünk valahova. Hírt ne hagyjunk, mert ott már nem személyhez kötöttük, hanem ahhoz, hogy én lakiak. Aztán ez egészen ment, amíg a változás megtörtént. Minden közösségünkben valamit megőriznek az ősi kultúrából. És itt felvillantották azt, hogy a játékban fel lehet fedezni valami közösségszervező, formáló, modelláló, összekötő erőt. És hogy az tovább viszi, tovább gördíti. Senki sem beszél a megszűnésről itt, ezen a filmen. Persze az, hogy ma már nem az van, amit én láttam 1971-ben, és utána még többször, mint művelődési felügyelő, nem ők a bűnösek, a vétkesek, hanem az a társadalmi helyzet, folyamat, ami elindított egy hatalmas eróziót a mi társadalmunkban, az erdélyi magyar társadalomban is, és ami óhatatlanul nem tudta elkerülni én lakát sem. És sok minden már elsorvadt, sok minden már, nek már csak az emléke maradt, fiatalság nélkül maradt a falu, gyermek nélkül maradt az iskola. Az én falom firtos alatt én laga, ott fehélik az én rózsám ablaga. A falu felszámolt iskolájának udvarán mégis mozgás van, építenek. Pécsi egyetemisták gyakorlatoznak itt. A modern játszóteret az ide látogató gyerekek próbálhatják ki, amíg szüleik a műemlék templomot és az évszázados temetőt látogatják. A falusias
népszokások és az amatőr színjátszás között szoros kapcsolat van, szoros kapcsolat volt, és egymást folyamatosan gazdagították, gyarapították, például a 18. századi ferences iskoladrámák, vagy éppen református kollégiumokban előadott színjátékok, azok hatást gyakoroltak a falvakon, vagy éppen mezővárosokban megszervezett utcai farsangi népszokásokban. Itt az előadók azt hangsúlyozták, hogy a színpadi játékokban való részvétel az egyrészt tehetséget is feltételez, hajlandóságot a játszásra. De voltak éppen a játék egy érdek nélküli egyetemes emberi tulajdonság, és akik ezt megízlelik és szeretik, azok nem csak a színpadon, hanem az utcán is farsang idején nagyobb kedvel, vidámsággal fognak játszani. A hangodat elváltoztasd, a járásod egy kicsit olyan öreges legyen, érted, Jeremiás? Kérdez, ha már a képmutatás nélkül nem lehet a jelenet a közelében jönni, hát akkor így legyen. Ámen. A háromnapos konferencia tudományos előadásait környékbeli és távolabbról érkezett műkedvelő és iskolás színjátszó csoportok fellépései egészítették ki. Ez a diákcsoport maga így összességében 6 éve van együtt, tehát ezek a diákok most 8-osok. Mikor 3-osok voltak, akkor kezdtem én velük csoportot alakítani Kőrispatakon és Etéden is. Kezdetben valóban a hagyományos játékokat játszottunk, Csipke Rózsika feldolgozás, mesejátékokat, előadtuk a Kisherceget szintén feldolgozva, akkor a Janikowski, ugye felnőtt lettem, szintén már modernebb változatokat, de valahogy úgy érezzük, hogy a mai gyorsuló világban azok a színdarabok talán nem adnak annyit a szereplőnek magának sem, mint ahogyan a nézőknek sem talán. Arany János emlékép kapcsán dolgoztuk fel, néztünk a ballada feldolgozásokat, és így esett a választásunk Ágnes asszonyra. Úgy gondoltam, és gondoltuk, hogy ez azért még a gyermekeknek, ezeknek a 8-os diákoknak megfogható, hogy mit is jelent, és ezáltal több mindent tanulunk meg, akár ugye az emberi mi voltunkból is a ballada kapcsán. És a kamaszok? Ezt a darabot ezelőtt 6 éve találtam, én valahol találtuk, és vártunk, hogy nőjön fel egy olyan generáció és egy olyan csoport, akinek át lehet ezt adni, és úgy gondoltuk, hogy eljött most ez az év, hogy meg is értik azt, hogy miről is szól, hiszen róluk szól és nekik szól. Megnézném, hogy mire mentél nélkülem. Hogy mondhatsz ilyet, amikor miattad hagytam ott a munkámat? Mert abból aztán szépen megérhettünk volna. Minden esetre boldogabbak lenni. Mert velem nem lehet boldog senki, igaz? Mikor vagyunk egyáltalán veled? Anya! Apa! Te most menj vissza a szobádba! Bármilyen rendezvény van, akár 15-e, akár falunapok, ezek a diákok, akik kiállnak különböző vicces jelenetekkel, a Furia, az Etédi Furia csapatnak az alapja szintén itt van, szeretnek részt venni ilyen alkalmakon, és szeretnek együtt lenni. Nem csak azt az iskolán belüli közeget érzik, hanem ilyenkor egy kicsit mi is másabbak vagyunk velük, és őket ilyenkor ismerjük meg igazán. Voltak éppen a székelyföldi legeldugottabb településen működő színjátszókörnek is vannak kárpát-medencei, magyarországi, vagy éppen nagyvilágbéli kapcsolatai. Tehát összmagyar minták terjednek el, a színjátszókörök találkozókat szerveznek. Tehát közös, fontos helyi és azon túlmutató közösségépítő funkcióik is vannak.
Egy-egy alkotótábor fontos következményei lehetnek a csoportos tárlatok. A csíkszáradai Frikemnek köszönhetően alakult ki az a trió, amely nemrég a bukaresti Elitárt galériában állított ki. Botár László, Fazakas Csaba és Dán Stefán Mine alkotásai külön falakon helyezkedtek el, mégis illeszkedtek egymáshoz, erősítették egymást. Következzen a kiállítás megnyitóján készült riportunk. A bukaresti Elitárt Galéria 2003-ban nyílt meg, és az első romániai résztvevője volt a 2008-as Genovai Nemzetközi Művészeti Vásárnak. A galéria vezetői azóta is elsőrendű céljuknak tekintik a színvonalas tárlatok rendezését. Legutóbb egy csíkszeredai, egy bécsi és egy bukaresti képzőművész közös kiállítását rendezték meg szeptember közepén. Külön érdekessége volt a megnyitónak az, hogy minikoncerttel kezdődött. Doris Jorga, Monica Gemene zongora kíséretével adta elő André Jolivé szonátáját. Már összeszokott triót Anna Neagoi kurátor mutatta be, az ő érdeme, hogy 2 év alatt sikerült ebben a felállításban megszervezni a tárlatot. Este un grup format în timp, este întemeiat pe niște relații de prietenie care au fost fructificate prin niște evenimente expoziționale reușite. Am aflat de un grup, pentru că îl consider deja un grup bine format, prin intermediul unei expoziții de anvergură în Chișinău, așa mi-a stârnit curiozitatea și mi-am dorit neapărat să-i aduc în București, mai ales că știam că nu am mai expuns într-o galerie din București și era mare păcat să nu avem un astfel de eveniment. Sine, deci fiecare separat sunt foarte bune și sunt, dar cred că așa împreună capătă și un sens în plus. Așa e, lucrările vin din subiecte diferite. Abordarea fiecărui artist este diferit pentru că, evident, vin cu o personalitate unică, dar se completează. Se completează într-un tot întreg prin culoare, prin gestualitate, prin linie, prin desen. Avem cumva un traseu bine punctat al artelor, al viziunii artistice, al conceptului, care s-a reunit într-un tot întreg de succes, cum am spus mai devreme. Free Camp alkotótábor hozta össze, amit a Margita megyei Kulturális Központ égisze alatt szervezek már 13 éve. Ott a tábornak állandó lakója, minden évben visszatérő, majdnem kabalaként működik Fazakas Csaba, mert vele együtt alapítottuk. Az egyik ő volt, másik Erős István. Na már most, és Mineát is többször meghívtam.
ottani többszöri találkozás, az ottani közös kiállítások hozták azt, hogy együtt szerepeljünk a Brünkus terembe, a parlamentbe, és Csabával külön mi még máshol, Bécsbe, Kisinyóba, több helyen állítottunk ki együtt. De úgy éreztük, hogy ez a hármas, ez elég erős ahhoz, eléggé különböző, és mégis vannak olyan közös pontjai, hogy együtt merjünk kiállítani, és meg is ismételjük többször. Na, ezek után, a kiállítások után figyeltek fel az elitártosok, és 2015-ben szögeztük le, hogy két év múlva lesz ez a kiállítás, és most jött össze. A fost o expoziție pe care am așteptat-o 2 ani, dar care s-a dovedit a fi o așteptare care merită din tot sufletul, pentru că e nevoie de o picătură de noutate, este nevoie de originalitate, este nevoie de un impuls pe care noi să-l transmitem privitorului, pe care să-l recepteze și să-l ambiționeze să vadă o galerie, să vadă o altfel de expoziție, pentru că este vorba de noutate. Arta, în definiție, înseamnă noutate. Iar dacă nu venim cu ceva nou, cu artiști care nu expun frecvent în acest spațiu sau în acest mediu bucureștean, spargem gheața. A csoportos kiállítások egyik nagy kihívása a munkák elrendezése, amely nagyban függ a tértől. Improvizáció, alkotási vágy és szervezettség szükségeltetik ahhoz, hogy a falakra elhelyezett munkák ne gyengítsék, hanem épp ellenkezőleg erősítsék egymást. A régi ismerettségek, barátságok, közös alkotások mindenképpen segítenek ebben a folyamatban. Eu cred că există o chestiune lăuntrică care ne caracterizează pe fiecare și care s-a adunat într-un bol. Și atunci lucrurile au explodat. Și fiecare, în formula lui de expresie plastică pe care o dă lucrării, am ajuns cu forța, cum să spun, ritmicității de a face culoare și nu numai culoare, să ne adunăm. Deci lucrările de la sine vorbesc că trebuie să ne adunăm. Presupun că aveți deja o legătură sau o prietenie cu cei doi artiști. De când vă cunoașteți? Cred că sunt vreo, ca să nu exagerez, vreo 10 ani, poate mai puțin, dar nu există, nu știu, lună, nu chiar săptămânal, dar să nu ne transmitem mesaje, nu atât de curtoazie, cât de ce ai mai făcut tu. Ce adică și profesional. Categoric. Păi ne trimitem poze, deci e o colaborare din asta chiar benefică și aș numi-o de mare calitate. Pentru că atunci când există calitate umană și în mod special la artiști, unde e mai greu din când în când, ei, la noi nu s-a întâmplat nimic încă. Te képeid nem így voltak elképzelve, amikor festetted, hogy akkor pont ilyen sorrendben egyszer csak valahova fel lesznek téve, nem? Tehát amikor ezt ugye, ezt meg kellett csinálni, hát azért ez egy valamilyen fajta munkát is jelent azon kívül, fizikai munkán kívül. Hogy akkor milyen sorrend, hogy melyik középen, szóval... Na, ezt hozta a tér.
Tehát mi mindig improvizálunk, és nem csak mi, hanem szerintem bárki, aki egy kiállító térbe belépik, akkor ahhoz alkalmazkodik. Itt nem csak a kiállító térhez, hanem egymáshoz is kellett alkalmazkodjunk, és amikor megjelent Mineának a mozaikszerű kemény képe, arra kellett válaszolni, és egy válaszként került az én mozaikom erre a falra, mert persze, hogy külön, ezek különálló alkotások, de most a helyzet úgy hozta, hogy én most ezzel válaszoltam neki. Jellemzők inkább kihangsúlyozódnak a másik mellett. És nem törpül el, nem bunkózzuk le egymást, hanem felerősítjük. És nagyon érdekes egy kiállítást megtervezni. Tehát ezt a kiállítást néztük, mérlegeltünk, hogy a teremben egy párbeszéd alakuljon ki a falak között, a szerzők között, hogy egy átmenet legyen. És mindezek ellenére mindenkinek mégis külön fala van. Hát szerencsés az együttlétünk, én azt mondom. Fazakas Csaba Bécsben élő képzőművész egy készülő sorozat darabjait hozta el a bukaresti galériába. A legutóbb Csíkszeredában látott kisebb munkák mellé most társult egy nagyobb méretű is. Ugye láttuk a politikai elitnek két darabját, most hát itt sorakoznak a többiek is, és hát van egy számomra nagyon-nagyon megrázó, vagy nem is tudom, ez megint egy nagyon-nagyon kifejező, ez az értelmiségiek tánca. De én ebben is ugye, mint akár a többiben is, a szatírát látom. Hát szatíra is részben, de inkább egy ilyen helyzetleírás. Tehát a jelenségnek egyfajta megközelítése, és ha a kompozíciót elemezzük, az erővonalait, akkor óhatatlanul olyan gondolatokra jutunk, ami leírja ezt a sokat vitatott és érdekes kategóriát, vagy társadalmi réteget, vagy a rétegnek egy szeletét. Te értelmiségének tartod magad? Te? Én azt gondolom, hogy az vagyok. És akkor te is így táncolsz? Nem tudom, hogy táncolok-e, de a kihívást érzem folyamatosan. Az, hogy mi értelmiség is, mi nem, ugye Közép-Európában ez nagyon zavaros. Tudnék, itt nem igazán tesznek különbséget a tanult ember és az intellektuál között, tehát egyben mosódtak itt felét. Ahogy nyugatabbra haladunk, úgy egyre inkább elválik ez. Vannak a tanult emberek, akik nagyon jó, hogy vannak, hisz mindenféle dolgokat nagyon professzionálisan végeznek, kitalálnak, tényleg oszlopai a társadalmaknak, de az intellektuál az nem csak azt jelenti, hogy mit tudom, tanultam valamikor, vagy nem tudom mi, hanem az egy életforma, egy gondolkodási forma. És szerény véleményem szerint nagyon kötődik az alkotáshoz, legyen az tudományos, akár irodalmi, vagy zenei, vagy képzőművészeti, de mindenképpen az új kitalálásához, létrehozásához és a réginek az örökös elemzés.
azáltal, hogy ez egy ilyen csoportos tárlat születik, a munkák milyen plusz értelmet nyernek szerinted? Szóval egy néző, hogy érzi azt meg, hogy látja meg azt a pluszot? Hát egy néző az... A különböző nézőpontokat helyezheti egymás mellé, és akkor rögtön rájön, hogy az egyidejű igazságok, azok nem zárják ki egymást, hanem az igencsak komplex életünkhöz tartozik, hogy itt vannak ezek a párhuzamos igazságok. Azért is javasoltam, aztán később valamilyen okon elcsúszott, hogy én a kiállításnak azt a címet adtam volna, hogy párhuzamos narratívák. Mert így, hogy mondtam, egy mankót adtunk volna a néző kezébe ahhoz, hogy így induljon el körbe a kiállításon, hogy hát van egy párhuzamos elbeszélés. Tehát gyakorlatilag ugyanazt az igazságot éljük, ugyanazokat az információkat fogyasztjuk, stb. És lásd, milyen nagyon különbözően fogalmazzuk meg, és milyen különbözően vizualizáljuk, ugye, mert azért itt kezdődik a dolog, tartalmak vannak, de hát hogy tudom én vizualizálni a tartalmat, ami egy nagyon elvont, megfoghatatlan dolog, és akkor itt egyszer csak egy gondolat megjelenik anyagban. Tehát materializálódik a gondolat. És akkor ez a párhuzamos narratívák, ez így egy kicsit egy mankó elindította volna talán ilyen irányba gondolkozni a nézőt. Párhuzamos narratívák, párhuzamos igazságok, interferenciák. Lehet válogatni, kinek melyik cím mond többet. De egy biztos, ez a csoportos tárlat, az ilyen módon kiállított alkotások mindenképpen nyernek egy plusz értelmet. Illeszkednek, igazodnak egymáshoz és erősítik egymást. Adásunkból ma megismerhették Farkas István képzőművész életútját, két bukaresti tárlatba is betekintést nyerhettek. Tudósítottunk Bartis Attila a Vége című regényének román nyelvű, ugyancsak bukaresti bemutatójáról, és beszámoltunk a nemrég lezajlott Én Laki műkedvelő színjátszó csoportok találkozójáról. Köszönjük, hogy ma is nézték adásunkat. Ne feledjék, riportjainkat megtalálják a Facebook oldalunkon és honlapunkon is. Legközelebb jövő hétfőn jelentkezünk itt az Egyes csatornán, a Viszont látásra.